Hello, hello! Nagyon kellemes keddestét kívánok mindenkinek. Igen, tudom, nagyon sokan felháborodásukat fejezték ki, amiatt, hogy délelőtt nem volt stream, ugyanis kedden általában délelőtt is van stream, de most nem így volt. De itt vagyok, és pörög tovább az adás Cunami. Köszi szépen mindenkinek, hogy itt vagytok, és Vörhenyes Kisgecu, nagyon-nagyon szépen köszönöm a negyedik hónapot, szép estét neked is. Pörgessétek a hype-okat, mert megérdemli, pereg a hype-a. Mi a helyzet, hogy vagyunk? Vissza kellett rázódni itt a munka rendjébe, hogy így mondjam. Ma már munkanap volt, ugye ez a kedd, ami hétfő, vagy a eltolt hétfő. Szóval értitek, de a jó hír, hogy 4 napot kell dolgozni, azt hiszem. Ugye nem kell bepótolni a izét. Ugye szombaton nem kell dolgozni, most segítsetek ki, mert nem tudom, addig szia Timi, hello Shadowban, Melki Yoshi, gyáva nyúl, Gary, Olivia, hello, hello, Bababó és mindenkinek nagy hello, szia Cactus Pig, neked is, hello, hello. Szóval, hogy ugye nem kell ugye nem kell bedolgozni. Én nem fogom. Na, mindegy. Hölgyeim, nem kell bedolgozni. Hú! Nagy hála. Bebaccizna, hogyha kellene dolgozni? Hát figyelj, én valószínűleg dolgozni fogok, úgyhogy, ja. Nos, hölgyeim és uraim, a mai nap folytatjuk a Tales of Iron című játékot, amit a múlt héten próbáltunk ki, és valami kegyetlenül élveztem, úgyhogy nagyon-nagyon vártam, hogy folytassuk, de a hétvégén nem volt annyi időm, hogy ilyen nagyobb időmennyiséget tudjunk neki szentelni, úgyhogy egy kicsit direkt is húztam, halasztottam, hogy jó legyen, és most jó lesz. Ezt fogjuk folytatni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hatalmas megtekintés Cunamit, ami ezen a játékon a VOD csatornán történik. Hát a Diablót szégyenítő megtekintések vannak ott, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tartsátok meg emel remek szokásotokat. Én meg nagyjából kitöltöttem a menetrendet, a holnapi nap azért nincs semmi kitöltve, mert amúgy hivatalos vagyok estére valahova, de nem tudom, hogy menjek-e, ugyanis csütörtökön meg rohadt korán kelek, és a csütörtök az nagy valószínűséggel január 28 óta először nem lesz adás. Mert hogy nagyon-nagyon későn fogunk végezni a forgatással, forgatásra megyek, úgyhogy meglátjuk majd, ha úgy érek haza időbe, akkor azért jövök streammel, ha más nem csak egy, nem tudom, nézzünk videót és én meg eldőlök című történet. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, hogy érek vissza csütörtökön. Péntekre raktam a szerdai Darkest Dungeon-t, de lehet, hogy szerdán lesz, még ez még nem. Tehát még bármi történhet, illetve a hétvégén hát újra játsszuk. Star Wars hétvége lesz, hölgyeim és uraim. Üdvözlöm mindenkinek, aki most érkezik. Szóval Star Wars hétvégét fogunk tartani. És hamarosan érkezik ugye a Jedi Survival, vagy Survival? Mindegy, szóval az új rész, és felfrissítjük az emlékeket, úgyhogy hétvégén kegyetlen mértékben belapakolunk időt, aztán, hogyha esetleg nem végeznénk, akkor majd még lesz időnk abban a pillanatban megcsinálni. Hogy miért kerek Colin? Hát mert 7-től 7-ig nagyjából tart a munka, tehát 12 órás munka, vagy ilyenkor 12 órázás van, úgyhogy ilyenkor eléggé hosszú a nap, úgyhogy ilyenkor nekem egy olyan 5:30-kor kell kelni, hogy 7-re odaérjek, durván, mert még reggel fölkelsz, összeszeded magad, stb. Beindul a motor, és akkor átérsz oda, hova menned kell, 7-től már meló van, 7-ig melózunk, plusz még elpakolás, meg egyebek, úgyhogy örüljünk, hogyha tényleg hazaérek időbe, vagy valami ilyesmi. Közben Kati, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a 3. hónapot, atya égen, várjál, hát az összes karaktert megtaláltad, mind a 3000-et, ami létezik, nagyon-nagyon szépen köszönöm, pörgessétek a hype-okat, én pedig olvasom, hogy mit írt nekünk, nem tudom, mindjárt kiderül, köszönöm ezt a 3 hónapot, régen volt már egyben ilyen jó 3 hónapom, és ehhez te is hozzájárultál, járultál a sok énekeléssel, poénnal, mindennel, sokat nevettem és jól szórakoztam, örülök neki, szóval egy szónak is
ez a vége, köszönöm. A végtelenbe is tovább, így, így. Köszönöm a chatnek is, remek közösség vagytok. Hát mi köszönjük, hogy itt vagy, és köszönöm szépen a támogatást, és hát pereg a vonat, hát így kell elindítani a hetet. Már igazából már nem elindítani, na mindegy, értitek. Szia Veldorf, és köszi szépen a 100-as csírt neked is. Hölgyeim és uraim, nem húzom a szavak szótárát tovább, pörgessük a videójátékot. Mert hogy végre összejátszunk, júj! Nagyon vártam, hogy pergessük, és iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy mit fog ma, jaj, de fehér, mutatni a játék önön magából. Hát bugot. Látjátok? Ott a bug. Ad bug. Munkahetet? Így gondoltad? Lehet. Nem tudom. Én már most nem tudom, mit mondtam 3 másodperccel ezelőtt. Szóval ne foglalkozzatok velem. Én csak megnyomok bármilyen gombot, mert azt írja ki a játék. Oh, yes, igen. Nagyjából szerintem jó helyre helyeztem magam, ugye, hogy a HP csíkot majd lássátok itt fölöttem, azért vagyok itt picit lentem, de mindjárt kiderült. Nos, ott tartottunk, hogy... Elkezdtük bosszú hadjáratunkat, hiszen jó atyánk a király, ránk hagyta a királyságot, és mindeközben meg is ölték szerencsétlentet, és hát a békákon, akik megtámadtak minket, hát most kegyetlen bosszút kell állnunk. A mostani feladatunk, ha jól emlékszem, az nem más, hogy pénztet kell szerezni, ugye? Tehát, hogy igazság szerint nekünk pénzre volna szükségünk, hogy a most a... Mi ez? Kovács helyet kellene felupdate-elni. Úgyhogy én bejövök itt, ez a trónterem. És igen, neki kéne 10 pénz, az azt jelenti, hogy nekem kéne lennie 10 pénznek. Pont nem látjátok a izét, nem jó helyen vagyok. Úgy? Na most jó. Most úgy jó. Ez az. Szóval, hogy 10 pénz kéne neki, de nekem nincs 10 pénzem, csak 2 pénzem van. Ó, királyom. A kovács műhelyet nem tudom megcsinálni, nincsen kifizetni pénzem, 10 pénz kéne a munkásokhoz kifizetni 10 pénz. Erre én szomorúan azt mondom, hogy akkor keres magadnak pénzt. Na, hát akkor menjünk küldetéseket csinálni, szereznünk kell pénztet. Ő a testvérünk amúgy, ugye? A testvérünk. Testvérünknek, a kovácsnak. Aj, de mindig milyen zseniálisan jó az a játék. Na, azt mondja, hogy... Igen? Csak így induljunk el, vagy? Nem, mert itt ez a... Aha, lemegyünk a faluba, azt hiszem, ott van a... Na. Lemegyünk a faluba, és a hirdető táblánál szétnézünk ott is. Hát, ha ott van küldetés. Illetve szét kell néznünk a... Robinnál, a Hoodnál. Közben pörög a hype vonat, nagyon szépen köszönöm. Nagyon nyomjátok, itt megindult. Na, itt lehet ugye vásárolgatni mindenfélét. Slacs, ott a zenész kollega. Slacs. Az a baj, hogy nem emlékszem, hogy mivel mi volt. De majd rájövünk. És akkor ez a hirdető tábla kell nekünk, hogy megnézzük. Aha, 4 pénzért van egy hirdetés, egy misszió. The miners are complaining of a grub infestation in the basement. The miners can't get their tools. The kingdom needs iron, so the grubs need to be cleared out. Okay, el is fogadjuk a küldetést. More grubs in the miners' basement. Big enough hello, to Gerald. Keep the miners hello, hello. From the tools they need to work. The kingdom needed the miners to find iron to arm its soldiers with no delay. Aha, oda kell mennünk, látjátok? És ott is van valami kérdőjeles. Jaj, nagyon sok minden megnyílt szerencsénkre. Akkor viszont megindulunk erre, és megnézzük, hogy mi a mancs van. Ugye hatalmas update-ekbe voltunk, ha minden igaz. Nem ez a gomb. Nem a share, nem. Ez, nem. Á, jó életben van a... Semmi baj, keresem az inventory-t, ott meg vagyunk. Igen, kihagytam pár napot a játékba. Tényleg találtunk egy macit is, most jut eszembe. Haha! Ott a kis mackó, azt majd valakinek lehet, hogy oda tudjuk adni. Valaki majd keresi lehet a kis mackót. Na gyerünk, szerezzük, vagy csináljuk meg ezt a küldetést. Megtámadták a... Vagy hát a bánya részt elrepték a ráknépségek, vagy bogarak, vagy mit tudom én, hogy hívjam őket.
és meg kell szabadítani tőlük itt a mining szekciót. Azt hiszem ezzel kellett lőni. Aha, nagyon jó. Emlékeim hibátlanak. Úgyhogy előadjunk mindenféle csodálatos dolgot. Hello! Hát mi, te a bányász legény vagy, ugye? The grubs were in the basement, and so were the miners' tools. The mine was at a standstill until they were dealt with. Szóval itt kell lemennünk hát. Oké, gondolom itt be. Jó napot. Azt a csákányosságot. Jó, store. Ott ki lehet menni. Ott nem lehet elmenni sem erre. Azért ott milyen sajtok vannak meg minden. Hát adjál már egy izét, tudod milyen árban van a sajt? Na várjál, itt akkor lemegyünk. Jó. Aha, ez volt az. Ez az a gomb. Oké, most fognak támadni. Mockosz kis scrubok. Ott van, undorító. Aha, hát ezt odafutottam a poponért, ugye? Hát egy picit vissza kéne idézni, hogy mi hogy van, mert... Áú! Bocsánat. Nagyon kapom, egy kis HP töltés. Azaz. Hű, jött még egy nagy. Az kamu volt, az fixen kamu, gyors HP töltés. Nem, vagy épp a HP-mat töltöm, ne legyél mekkora bunkó. Jézusom, némileg para, ami történik, az halt. Nagyon félek. Ouch! HP töltés. Védekezés. Összeteszem épp. Jó, az halt. Csere. Neki fut. Dodge. Úgy gyönyörű. Támadás. Halál! Micsoda! Bátor hadművelet volt ez, hölgyeim és uraim. Csodálatos. Mondjuk majdnem kétszer-háromszor meghaltam, de most ezeket a részleteket, ezt ne. Már lement 3000 környékére a kirós sajtára, hát száguld az ország. Hát igen. Lefelé a lejtőn, igen. Mámi, Jézus. Na, nyugalom. Semmilyen. Jó, elvileg akkor megvagyunk a küldetéssel? Micsoda bemelegítő történet volt ez itt, nem? Aha, meg ahogy te azt gondoltad, várjál. Azért itt benézünk erre, hogy mizu. Meghagytad a magas labdát nekem, köszi. Aha, látjátok, ez ilyen mérgezősös, mit tudjam én mi ellen jó. A defense-be meg wait-be is. Aha, tehát alapvetően amúgy jobb, mint ami... Hát egyelőre a store-ba elküldjük. Aztán majd annak megfelelően, hogy merre felé megyünk, átöltözünk. Ez nagyon Mick Jaggeres volt. Hát lehet, hogy nem véletlen. Haha! Lejárt a hype vonat. Haha! Na, köszi szépen még egyszer a hype adatot itt. Rád rúgják az ajtót a tekesek, mert rám. Á, mi jóba vagy. Na, beszélgessünk a... Aha, megkaptuk a bányász sityikát tőle. Oda nézzél. És nekem is így ilyen hip-hoposan bele lesz húzva a szemembe. Tényleg, nektek volt ilyen hip-hop korszakotok? Általában szokott lenni az embereknek ilyen hip-hop Hello, jó napot, micsoda szeletelő. The grubs were dead, and the miners could collect their tools. They swore to work day and night until the kingdom's iron needs were met. Nagyon jó. Éjjel-nappal dolgozni fognak, hogy a királyság szükségleteit, ami a vasat illeti, azt kielégítsék. Nagyon jó.
Oké, mennek a banyába. Oké, menjünk tovább. Azt mondja, most lett 6 pénzem, kell nekünk 10, úgyhogy még egy misszió legalább. Neved mától legyen Martin helyett Nertin. Lehet, de akkor szeretnék számlázni is, hogyha lehetséges volna a titulusnak megfelelő mennyiségűen nagyon sokat. Én 15 évig voltam rock metal zenész, de mindent hallgattam akkor is, most is. Mármint ami a zenének mondható. Világos, világos. Nekem néptáncos korszakom volt, ha zene, akkor nem. Hát nem voltak itt a hip-hop. Akkor itt nincsenek olyan hip-hop őrültek itt a csatornán, vagy a cseten jelenleg? Jó, semmi baj, hát menjünk erre tovább, ott van egy kérdőjel, nézzük meg, hogy az mit akar. Hát azért megvan annak egy külön kultúrája, vagy hogy szokás ezt mondani. Ja tényleg, neki kell a kereket megtalálni. Erről jut eszembe. Csak hát ugye kereket meg nem találtunk, tehát nincs ki mind a... Hát neki kettő kereke sincs ki. Igen, kell neki a kerék. Jó, értettük, azt meg ott fölvesszük. Oké. Ha arra megyünk tovább, oda a nyilashoz át lehetne menni. Ott hát, ha van mellékküldetés. Ott mutatja a főküldetés, de az ugye az, hogy fizessen be a 10 pénzt. Na várjál, most akkor itt végig megyünk. Még gyors utazhattunk volna is, gondolom én, a izéhez, a Robin of Luxleyhoz. Csak fölvesszük már, amit ott az kidob. Némi Scrub. Nekem nem volt osztálytársaimtól lett táncos, meg van, aki mai napig aktív zenész, de nem kifejezetten hip-hop. Ha, érdekes. Nem tudom, most nekem mindig vannak ilyen... 25 ilyet megöltünk. Szóval nekem mindig van olyan, hogy így újra kedvet kapok bizonyos dolgokat, mondjuk visszahallgatni, meg hasonlók. Most itt így megint ilyen régi repzenéket, meg ilyesmiket hallgattam a mai nap, meg tegnap este hajnal egyig ment még a meló. Úgyhogy azért sem volt délelőtt stream. És így közben ilyen régi kedvenceket, meg ilyesmiket hallgattam vissza. Na várjál, őt lehet, hogy tud valami informát. He was willing to part with it for a price. 20 scrubér odaadja a kereket. Jó, mehet. Akkor megszereztük a kereket. Nagyon jó. Azt mondja, hogy ha már itt vagyunk, lehet, hogy elmennék megnézni, hogy van-e mellékküldi ott. Hát de nem. Vagy egyből vigyük vissza. Ne várassuk szegény bácsit, akinek szétesett a valami. A kocsi. Szia Alienkéről. Hello. Jó. Futi. Zseni ez a játék. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy mennyi a game time-ja, de rohadt jó. Na, kerék kell neki, nekem van kerekem, odaadom. The wagon restored. The trader could sell his famous bug brittle once more. Nagyon jó. És kapunk tőle egy szurkapiszkát, ami könnyű, viszont kicsit kevesebb a damage-e, mint a mostani two-handed cuccnak. Mondjuk a véd szempontjából nem mindegy. Jó, mindegy, ezt elrakjuk azt. Wow! Az egy heavy cucc lesz, békás, sos, nem általános pajzs, viszont hatalmas a súlya is, és hatalmas a védekezés is. Nagyon jó, ezt is elrakjuk. Oké, kiváló! És valami extrát kaptunk, nem? Vagy mi volt itt? Medál, aha! Oda néz, kaptam ilyen izét. Cuccokat. De jó! Kapjuk itt az achievementeket. Oh, hűha, na jó. Oké, sikerrel jártunk. És akkor most kéne elmenni
A... Mi a neved? Az IJASZ-hoz eszembe jutott. Régi kedvencek, mert szeretek sokfajta zenei stílust, kislányom az egyik zenehallgatásnál, megkérdezi anyu, te hogy ennyi számot ismersz, várom válaszol, úgy, hogy anyukád öreg. Gonosz. Gonosz. Úristen, akkor én, hát Jézus Mária, mint az országút. Hát igen. Mondjuk unokahúgom, ugye mi a családban eléggé ilyen zeneszeretőek vagyunk, bátyám is nagy zeneszerető, meg én is. És hát ennek megfelelően ugye sok zene szól. Ott lent amúgy nézzünk már szét, hogy mizu van. Szóval sok zene szól, és hát amikor már a unokahúgom mondja nekem, hogy ez melyik szám, meg az melyik szám, és nekem már fogalmam sincs az új zenékről, hogy micsoda, akkor így megszörnyedek, hogy te jó ég. Te jó ég. És jövök haza utána a kocsiba, nem tudom, eltelik x nap, és jövök a kocsiba, és akkor a kocsiba megszólal a rádióba, és Atya úristen. És tudja. És a szöveget is tudja, az a nem mindegy. Na mindegy. Szia, Tasmán Erdők, hello. No, azt mondja, hogy itt mérget tudunk venni, de abból van 3 nekünk. Fölmegyünk az emeletre. Mert ott volt valami, amit mutatott. Vagy nem az emeleten mutatta? Na várjatok, mert most... Nem, egyen lentebb van a hirdető tábla, nem baj, semmi baj. És akkor itt küldetések. Áhá, új küldetés. Azt mondja, hogy a Mózi nestet kell elpusztítanunk. A Mózi nesthez appeared deep in the sewers. It must be destroyed before they hatch. 2 aranyért elfogadjuk ezt a küldetést. At least these ones kept their distance. Jó, ahhoz viszont akkor most átöltözünk. Ugye nagyon sok új cuccunk van. Micsoda fejpánt, oda néz. Jó. Úgy érdemes öltöznünk, hogy ugye most a Mózikhoz megyünk. Tehát nem ez a scrub ellenállós, hanem mondjuk vagy ez, ez very big resistance-es Móziba. A defense nyilván kisebb, nem baj, egyelőre ezt választom, de szerintem mediumba vagy heavybe is lesz a Mózis. Nem, tévedéses, nem baj, jó lesz, nagyon jó. Azt mondja, hogy ez a pajzs van most nálunk, azt szerintem világbajnok környéki. Igen, és akkor fegyverbe meg marad az, ami van. Ugye most ezt a kardot használjuk, illetve kétkezesben van a... Mi van a kétkezesünkben? Ja, ez. Az axe. Az axe van. Az a big axe van nálunk. Igen, ő. Azzal lehet rakni. Szuper. Ne is mondd, ilyen az Eiffel 65 Blue száma, miért kellett feldolgozni? Hát... Én megértem, hogy miért dolgozták fel, nincsenek nagyon új ötletek. Jó, hát... Na, szóval, hogy a retrót, mint olyat szeretik az emberek meglovagolni, és ez is egy ilyen cselekedet volt. Valaki azt mondja, hogy jobb lett az új, valaki azt mondja, hogy tök fölösleges volt. Szerintem elfér, meg nincsen ezzel baj. Az egyetlen érdekessége az egésznek inkább az, hogy... Mit akartam kívánni? Hogy vicces, hogy valakinek, valaki így ismeri ugye meg ezt a számot eleve, és akkor utána lejátszod neki az origit, és így, hát ez meg micsoda. Sokan mondják amúgy, hogy jobb lett, mint az origi. Jaj, nem jó gombot nyomok. Jó, nagy hasításokban vagyunk, ez az. Nem már az retro? Köszi szépen, én meg antik? Ja, nem, csak vintage.
A vintage is nagy divat. Szia, Imi, hello, hello. Hát figyelj, retrónak minősül szerintem már abszolút. Most meghalt vajon? Vagy nem látom a ajtótól. Jó, itt lecsücsülünk. Csak hogy legyen mentésünk. Hát figyelj, amikor olyan számok, amire már fixen emlékszem, hogy 10 éves koromban hallgattuk, vagy valami, azok a retro rádión mennek. Akkor így az, hogy pislogok, mint pocok a lisztbe, hogy mi a jó Isten van, az finom, finom kifejezése a dolgoknak. Úgy, na, csak szétkaptuk itt ezt. Oké, és akkor erre felé kell jönnünk. Visz innen? Erre felé jövünk, és akkor itt van az infestáció. Majdnem jól. Moszkítók, moszkítók. Oké, kapták. Egy konkrétan undorító. Iron jön belőle. Holy moly. Jó, és akkor oda föntre kell feljutnunk, mert ott van az infestáció, mint olyan maga. Hő! Majdnem jó volt, na még egyszer. Hő! Mondom. Á, jó élet! Hát de mi? Haló, oda fel lehetett ugrani a múltkor. Na most is fel lehet, mondom én, csak nagyobb lendületet kellett venni. Hát hősünk milyen csodálatosan megy ott azon a létrán. Jó, és akkor itt föl. Igen, és akkor ezt itt szétütjük. Ez így vicces lesz. Azaz, négyelt föl. Just when Reggie thought he was done, Robin arrived to tell him he'd found another nest. Egy másik nest is van, mondja Robin nekünk. Oké, Robin, mondd meg kicsi Johnnak, hogy ugrál fölfelé, ezt láttátok? Szóval mondd meg kicsi Johnnak, hogy intézem egy kis HP. Begyomunk egy kávét. Volt olyan, hogy hallgatom a retro rádiót, és megszól egy szám, amire azt mondják, hogy retro, én meg á, nem is volt az olyan régen. Aha, már vagy 20 éves. Igen, abszolút én is így vagyok ezzel. Pont pont az előbb. Ugyanez a sztori. Na most akkor várjál, hova kell menni? Aha, oda. Megyek. Visszaváltok. Most újra le fog spónolni szerintem minden is. Azt ott felkoncoljuk. És akkor megindulunk erre. Csinálunk egy mentést. Yes. Oké, ott van Robin. Robin? Erre kell jönnünk, yes. Segítő is nekünk, az jó. The mozzie nest was packed with eggs. Oh, jaj. Robin hoped they'd survive to tell the story. There's no doubt it'd be a fine one. Szia, Vatkender, hello, hello. Te hülye vagy, mekkora damage-elt az rajtam? Normális. Hú, sikerült. Irány a store-ba mehet ez a cucc is, és ez a cucc is. Közben nagyon... Bocsánat. Jézusom. Meghalok. Szóval Barney, nagyon szépen köszönöm a 12. hónapot, hát az 4 év, ugye? Szóval köszi szépen az 1 évet. Pörögjenek a hype-ok abban a pillanatban. Köszi szépen a támogatást. Mik azok a mozik szúnyogok? Igen, ezek ilyen szúnyogok.
Szúnyoggézzék. Sikerült őket szerencsére megölnünk. Itt közben így finoman majdnem megdöglöttem. Pedig most vettem újra ilyen extra erős negró cukorkát, úgyhogy reméljük, hogy hatása sokáig ki fog tartani. Pont ettem egyet a stream előtt. Jó, vissza kell mennünk szerintem leadni a küldit. Yes. Vagy valami hasonló. 8 pénzünk van. Akkor megkaptuk a pénzt. Mert 6 pénzem volt, nem? És ez 2-be került. Akkor még kell mellékület, és lehet, hogy valamit újra meg kell csinálnunk. Na, várjál. Ha! Jó. Ez az. Ez patkány vagy egér? Hát... ahogy szimpatikus. Ahogy szimpatikus. Jó. Na várjál, ez most ugyanaz, csak most, vagy ez most hasonló. More mozzies. These ones slammed the floor with such power it made the whole room shake. Ezek nagyon sokan vannak. Júj. Na mentünk egyet és megyünk tisztítani. Ha tudjuk, hogy hova kell menni. Oda kell menni, aha. Már nyomom is. Van ellene csapda? Ellenünk? Hát mi vagyunk maga a csapda. Gyönyörű. Oké, megint lemegyünk. Tük. Így. Spontán jöttünk a túloldalra. Oké, ez a mentés. Fölvesszük, amit lehet. Nyilvessző maximumon van. Kiütjük, a itókánk is maxon van, és akkor jönnek a mozik. Azt a rohadt élet. Mondom, azt a rohadt élet. Aha. Ennyit az itókánk maxon vanról. A játék végén kapok egy hercegnő puszit, és Daliás herceg leszek? Ne, most nem vagyok szerinted elég Daliás herceg? Na jó, van, kösz. Semmi baj. Semmi baj. Nem veszem a szívemre, de jó van. Kapta. És akkor ide át jövünk, itt nyomunk egy mentést. De az egér is az lesz, azt nem tudjuk, hogy az egérből mi lesz végül. Gondolom semmi ilyen nem lesz, mert hogy jó atya is egérként volt. Igen, hát ezt mondjuk úgy, hogy elrontottam. Kevésbé kellemetlen. Semmi baj, vissza kell töltenünk kicsit a HP töltőt. Úgyhogy nagy szeleteléseket adunk itt elő, és akkor itt följövünk, és oda föntre kell fölmenni, aha. Itt lesz a bunyó. Az anyukád. Jaj!
jó, semmi van. With all the Mozzies dead, Reggie wondered where they kept coming from. Hú, meghaltak. Azt a micsoda defense van ennek. Hát de én nem cserélem le a koronámat. Na, az a pajzs viszont egész jónak tűnik. Azt vegyük föl. És azt is. Collect gold. 20 gold. És akkor most van 11 pénzünk, és kaptam egy achievementet is ide. Zseni! Jó, kicsit itt vagdalódzunk. Vagy fordítva lesz, 2023-at írunk. Ja, lehetséges, az is lehet. Határesetben elfogadjuk. Hát én már, én ezen a párcolon, amit nézlek, eléggé csalóka, tudod? Aha, OLED TV-n nem jön úgy vissza, mi? Sajnos csak Full HD-s adással tudok szolgálni, a VOD csatornán 2K-ban meg lehet engem tekinteni. Egyéb részletekért kérjük látogasson el hamarosan megrendezésre kerülő közönség találkozónkra, ami majd kitalálunk, hogy legyen-e vagy ne legyen, vagy mi legyen. Vagy ne legyen. Szóval értitek? Jön a jó idő! Én jól leestem. És már úgy szívesebben kimozdul az ember, nem pedig így a mínusz 25 fokba, érted? Azért mindjárt már. Very big damage, ugye most már szurkapuszka van. Becseréltük a baltát. A big damage-ra. Mennyire durván megy ott. Mennyire durván megyünk. Hüsszö! Hát nincs ellenállás. Nincs ellenállás, itt leülünk. Ez az. Ez az. De nem így volt. Hoppá, hogy volt? Egy hülyeség. Úgy. Amúgy ezzel volt a peri, csak nem jól csináltam. Üsted a szúnyogokat, nem vagyok Abby hal, hogy szeressem őket enni. Értettem. Jó, megyünk föl. Megyünk föl. Hopp. De szerencsére megvan a pénz, a 11 pénzünk, úgyhogy meg tudjuk fizetni azt, hogy a kovács helyreállítsa a shopját, vagy hogy mondjam. Nem tudom, miért jöttem ide. Amúgy újra lehet csinálni ugye a küldetéseket, de most azzal nem foglalkozunk. Oké. A gyors utazásra menjünk. És akkor egészen pontosan visszajövünk a Crimson Fortig, és akkor megyünk be a trónterembe, és odaadjuk a pénzt. Egy aranya marad majd. Ilyen a matematika. Szóval egy arany marad. Nem, és mit izél? Itt vagyok. Miután kifizettük a helyreállításoknak a költségeit. Ott, neki. 10 pénz, tessék. Smithy ready to craft. Várj, én meg nem kapok levegőt. Now the smithy was so finely rebuilt, his brother could maybe do something with all those blueprints Reggie had collected. Na igen, a blueprintek, amiket találtunk, azokat most tudjuk majd felhasználni. Ezt szerintem mi használni fogjuk, mert nagyobb a damázs ennek a karnak. Nagyon jó. Oda néz, micsoda királyi fölfedőnk van. Nagyon jó. És akkor... Aha. Aha. Na menjünk csak oda föl... Nagyon gyorsan. Azt mondja, erre... Nézzük meg, hogy mit lehet a... Izénél csinálni, mondd ez, mi ez? De nem lehet... Nem tudok itt fölmenni a lépcsőt, nem hozták rendbe.
Aha, innen nem tudok, a túloldalról fogok tudni fölmenni. Jó, semmi gond, semmi gond. Futi, 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 azt a lépcsőt nem hozták rendbe, ezt viszont igen, úgyhogy itt fel tudunk menni. Ó, és akkor itt is vannak küldetések? Most már? Dummy training, ja igen, voltak küldetések. Aha. És akkor nézzük csak, hogy milyen blueprintek, ugye, az kell ide. Vettünk kettőt, ha jól emlékszem, vagy valami ilyesmi volt. Aha. 8 blueprintbe kerül az, hogy ott tudjak valamit craftolni? 8-ba? Jó. Oké. Okay. Nem látom a... statjait. Szerintem akkor... store. Ja, hogy nem, 7 darab van nálam. Értem már. 7 darab ilyen blueprintem van, és hogyha nyomok egy craftet, akkor csinál egy tárgyat. Mint például ez. Ha equipeljük, aha, az a one-handed-es dolog. Jó, store-ba elrakjuk. Gyújtogatjuk a cuccokat. Kard. Nem jobb. Satyi. Defense-re jó. Hát de csak nem vesszük föl, hát az a királyi fejfedő, ami rajtunk van, az jobbnak tűnhetne, de nem az amúgy. Ezt akkor használjuk. Mennyire jól néz ki! Zseni! Jó, kövi. Hát ez védve nem az igazi. Úgyhogy store. Hoppá, hoppá! Ez valami nagy defense, de nagyobb a... Békák ellen lehet jó a köve, az a cucc, amit ott csinált. Nagyobb a defense, de súlyba is nagyobb. És még egy békák elleni történet, viszont kisebb a izé, aha. Ezt akár fel is vehetjük, bár most nem békák, nem tudjuk még, hogy hova megyünk. Jó, és akkor elfogyott a cucc. Oda néz. Oda néz, hogy pörög. Mint a blackjack, érted? Nagyon jó. Oké, vissza le kell mennünk uralkodó terembe, de gyorsan itt egy szétnézünk, ugye mindenhova is került valami új. Igen. Ja, az van most rajtunk. Én lehet, hogy ezt a királyt ezt visszarakom, mert csak azért, hogy súlyba jobbak legyünk. Látjátok, mert így lightweight-be marad a kis karakterünk. Aztán majd annak megfelelően, hogy hova megyünk, annak megfelelő ruházatot fogunk magunkra ölteni. Szerintem. Mondjuk ez elég menő. Én mi lettünk a vasállarcos konkrétan? Jó, csak a felkeltő jeleket szeretném eltüntetni, úgyhogy egy kis türelmet hagyj kérjek. Jó, a spearhez is jött egy. Igen. És akkor elvileg már csak a one-handednél van kard, amit csináltunk. Van egy axe, amit kaptunk. És van egy új hasító ott a spearek között. Meg még van még valahol. Na de várjál. Ja, hogy ott lehet most már lapozni. Aha. Tehát lehet így lapozni is egyet most már. Jó. Zsöni, zsöni, nagyon jó, és akkor mennünk kell a trónterembe, mert ott van valami. Jó, menjünk már le, mondom, menjünk már le, kösz. Mentünk egyen. Csinálom, így. Úgy nincs sok nyilvesszöm, csak 9 darab. Na! Now the chef had a new kitchen. He promised to finally feed Reggie like a king. No more stale cheese. The village shopkeepers might have the bread, milk, and mushrooms he wanted, if some rat would kindly fetch them. Jó, el kell mennünk a faluba. Reggie remembered a time when kings sent their subjects on errands, and not the other way around. Igen. Ezt én is akartam mondani, hogy nekünk kell elmenni királyként, ugye mi vagyunk az új király.
királyok. De mindegy, le kell mennünk a faluba bevásárolni magyarul. Kell tej, gomba, meg kenyér. Meg pixalámi. Ez nagyon fontos. Sose felejtsétek el. Igen, és akkor tehát igen, és akkor hello. Te vagy a tejárus. Valami bogárkák vannak. Jajjaj. Arra felé. Aha. Értettem. Oké. Okay. Föl kell mennünk oda az emeletre. De várjál. Hát én most vissza vagyok. Elnézést kívánok. És akkor mi az, amit magyarázott az... Az egy küldetés? Egy küldetés is van. 3 aranyért. Na várjál, majd azt is mindjárt jól megcsináljuk. Csak előbb bemegyek ott a boltiba. Az itt van, azt hiszem. Igen. És akkor kell nekünk... 20-ba kerül a kenyér. Megvesszük. Kell nekünk gombion. Mennyibe kerül a gombion? Szintén 20-ba kerül. Azt is megvesszük. If the king wanted milk, he'd have to go to the source. The farm. Aha, a farmra el kell mennünk. Veszek ilyen izét. Blueprintet, azt majd jól elhasználjuk. Elfogyott neki, jó. Azt majd fönt a izénél, tetyónál jól elhasználjuk a blueprintet. Jó, tehát el kell mennünk a farmra, ahol élnek, ugye? Vagy ahol élő. És akkor még a mellékületést is föl kéne venni. Ez most ugyanazt fogja elmondani, ez. Igen, igen. Szúnyogos, majlepkés, tej, farmon, halál, arra. Megyek! A péktől milyen blueprintet használ a kovács pirítósét? De ez nem a péktől van, ez nem pék volt, ez egy egyszerű kereskedő volt. Mindenfélével kereskedik. Szóval, even that frogs bring trouble, this time they've brought grubs. The nest must be destroyed. Okay. Side quest is megvan. The king had forgotten to dispose of the corpse of Blocky Magoo. Even dead frogs bring trouble. Grubs. Oké. Okay. Nem nekik kell odaadni vajon a kis mackót? These pups had lost a toy when hiding from the frogs. It might be the smallest of casualties, but the king would look for it all the same. The pups were overjoyed to have their toy back. Reggie told them it was the bravest teddy in all Ratdom. All Ratdom. Patkányságba. Akkor nem is királyság, hanem patkányság. Lehet, hogy át kell írnom a címet. Az inkább bolha volt? Lehet, lehet. Na, kaptunk tőlük egy pajzsot amúgy a gyerekektől. Cukik. Nagyon jó. Meg egy lájkot. Ők lájkolnak minket. Legyél te is olyan, mint a gyerkőcök a játékba, lájkold a csatit. Nyom meg a követést, ha még nem tetted meg. Na, akkor azt mondja, hogy... Whip! Arra megyünk tovább. Azt ott fölvészel. Yes. Mentünk egyet. Good. Z. Úristen, nagyon retteg. Mi a baj? Minden... Jajjaj! Hatalmas támadásokban vannak. Szívesen. Nagyon jó ez a játék, imádom. Fontos, hogy ha már megtetted, akkor még egyszer ne nyomj rá. Így van, így van. Az unfollow-t azt nem szeretjük. Az unfollow-t errefelé nem szeretjük. Szerintem senki sem szereti. Mondjuk megértem, ha valakinek nem szimpi, meg ilyesmi, akkor ne. Akkor nem kell. A patkányságban hivatalos fizető eszköz a retkes. Szép. Szép. Amúgy oda kellett volna mennünk ott föntre,
ott kellene a izét megoldanunk. Jaj, várjál. Jó, jövök most itt a fő küldetésen, aztán a... Haló? Áó! Áó! Hülye köpködő szúnyog. Az anyuka úristeni. Jó, mi van? Ja, de várjál, abból szerzik a tejet? A mai izéből? Na ne csesszél ki velem. Ne! Ne! Fúj! És tényleg? Jeez! Azt hitted, hogy a bociból, mi? Hát nem. Jó, megyünk tovább, de nekünk kellene... Valami... Hova kell menni? Arra kell menni. Igen, bele kell beszélnünk. Hello! Igen, segítettünk, megvédtük a moszkitók ellen. Költej! Intézi? Fresh milk straight from a cobra grub. The chef should be able to use this in his recipes. A cow grub. The farmer's pride and joy. Not pretty, but it had quality milk. Nem szép, de jó a teje, azt mondják. Vagy hát azt mondja nekünk Geralt. Ha ő mondja, pedig elhisszük. Jó, és akkor szépen visszafutunk. És megnézzük a mellékküldetést is. Nem tudom, hogy jutott eszembe most ez a zene, semmi baj. Igen, arra felé kell mennünk. Majd ugye vissza kell vinnünk, amiket vásároltunk, meg szereztünk. És hol kellene bemennünk? Itt. Aha, ahol az öreg van. Ez lesz az a hely. Lássuk hát. Töltünk a kulacsunkba. Ez az. Fölmegyünk az első emeletre, majd a másodikra is. Vagy nem. Igen, izék vannak a toronyba. Öld meg őket. Robin had brought news that a vicious nest of grubs had moved into the tower. No one Tover. Knew what had brought them there. Reggie swore to find out himself. Oké, okay, irány kérlek szépen titeket a Tover. Hű, de várjál. Aha. Akkor el kéne utaznunk. Aha. Na várjál. Jó, ami biztos, hogy el kell utaznunk a távollövőshöz, a Robinékhoz. Na, hogy... Tehát eljövünk ide, és akkor innen vagy elmegyünk... Az vagy, ha eljövünk oda, ott én nem látom, hogy lefelé lehetne menni. Tehát lehet, hogy lefelé kell mennünk, és ott most át kéne valahogy jutni a zöldön? Mert ugye ez a mérgezettes terület. Nem, de várjál, át fogok tudni ott jutni? Most mózi rezisztenciában vagyunk, de mol rezisztenc kellene vajon? Hát gyerekek, meg kell próbálnunk. Amíg nem próbáljuk meg, nem tudjuk meg. Oké, okay, akkor lejövünk itt. És ennél a résznél megyünk oldalra. Leszedjük a sövényt. Úgy.
Azokból nem jön scrub, csak izé, ugye? Juice. Jó, eljövünk erre. Aha, és akkor itt kéne nekünk elvileg elmenni. Csak ugye most a kérdés az, hogy el tudunk-e menni, vagy kell majd valami... Az nagyon jó volt, gratulálok önmagamnak. Szóval kell valami extra cucc ahhoz, hogy el tudjunk menni. Kapta. Szóval lehet, hogy kell valami extra cucc, hogy ott át tudjunk menni, mert látjátok, ott ilyen mérgezősös a mérgezősös. Aha. Kell valami extra cucc, így nem fog tudni át. Amint bementem, egyből megy lefelé a HP-nk. Aha. Jó, akkor viszont vissza kell mennünk, és akkor lehet, hogy majd a kovács, vagy majd a új kaja, amit csinálunk, az lehet, hogy... Jaj, ne ugorj le! Hú! Szóval az új kaja, amit majd a séf csinál, azzal lehet, hogy ellenállást fogunk majd szerezni. Ez csak tipp részemről, nem mondjátok még el. Majd szólok, hogyha jöhet a hátsó ülés. Egyelőre csak tippelgetek, hogy hogy lesz majd a mechanika. Kíváncsi vagyok, kíváncsi vagyok. Most vissza kell vinnünk a cuccokat, amiket szereztünk a séfnek. Séf bácsinak. Séf tesának. Tetyametyának. Jó, befejeztem, bocsánat. Jó, tehát visszamegyünk a Crimson Fortba. Yes. Igen. Van nálam, hogy hívják is? Jó, azt majd utána előbb adjuk le a kaját. A kajához hozzávalót. Köszönöm a hozzávalókat. Now the chef had his bread, mushrooms and milk. Reggie hoped the food would improve as promised. Ez jó volna. Most egyből mehetek vajon megnézni, hogy... milyen kajákat tud csinálni most? Mert ugye eddig csak a basic kaja volt. Lehet, hogy most akkor már valami új lesz a menün az étlapon. Na, lássuk. Válasszak ma az étlapból a cuccot. Aha, odaadtuk azt a hármat. És akkor ez, hogy aha. A juicy mushroom burger. Reggie mushroom felt burger. Healthier already. Nagyon jó, megnövekedett a HP-nk. Very good. Igen. Defense-re nagyobb, weight-re is nagyobb. Jó. Az fejpánt, jó, az is megvan.